Óriási lelkesedéssel köszöntöm a Mobilerunner magazin minden kedves nézőjét. Második évad, 20. adás. Egy nappal vagyunk azelőtt, hogy elindulnánk a Mobile World Congressre, ami Barcelonában lesz, és hát egyelőre úgy néz ki, hogy inkább jól érezni megyünk magunkat, mint sem különösebb szakmai munkát letenni az asztalra, mert sorra jelentették be a gyártók, hogy igazából ők nem is lesznek ott. De mindegy, mivel mindent lefoglaltunk, meg kifizettünk, meg van támogatunk is a xiaomi.hu személyében. Szóval kimegyünk, ráadásul ugye egy kis trükkel, én már előbb elmegyek Eindhovenbe, hogy megnézzek egy okos kereszteződést, hogy az hogy működik. De ezekről a dolgokról jövő héten fogunk csinálni egy adást, amit Barcelonába veszünk föl, és nyilván abban rengeteg vágóképet és egyéb remélhetőleg érdekes dolgot lehet elhelyezni. Ez holnaptól van, ma viszont még szeretném feldolgozni az egyik olyan kommentet, ami jött az előző videókhoz, amiben valaki azt írta, hogy őt nagyon érdekelné, hogy mi alapján dől el, és hogyan zajlik az, hogy egy adott készülék bekerül-e a szolgáltatók kínálatába. És igazából az a helyzet, hogy ez egy elég összetett, és szerintem relatív érdekes téma. Lehet egyébként, hogy egyedül vagyok ezzel a véleményemmel, hogy ez egy érdekes téma, de miután szerintem az ezért megpróbálom így a hátteret nektek azon a szinten összefoglalni, amilyen szinten mondjuk én is beleláttam, meg amennyire ez általában ismert. A lényeg az, hogy a legtöbb piacon világszerte, főleg a hát az mondjam, érett piacokon, mint amilyen az európai, vagy az amerikai, vagy a japán, a legtöbb telefont szolgáltatón keresztül értékesítik. És Magyarországon is így van ez, 60-65% az eladott, Magyarországon eladott készülékeknek az operátoron keresztül talál gazdára, aminek nyilván sok oka van. Az egyik az, hogy hát az emberekben valahogy még mindig az van benne, hogy egy helyről kéne megvenni a dolgokat, amik az, ahhoz kellene, hogy a telefont tudjuk használni. Tehát az előfizetés címkártyát is, magát a készüléket is. Sőt, nem véletlenül van egy csomó operátori üzletben rengetegféle tartozék és a különböző készülékekhez, mert ha már bemegy egy jóska, hogy vásároljon egy telefont, akkor megpróbálnak rásúzni egy headsetet, vagy egy tokot, vagy bármi egyéb dolgot. Szóval nekünk ez így, meg úgy sok helyen a világban ez úgy van, hogy intézzük ezt egyszerűen, ha ugyanaz a cég adja a szolgáltatás, mint ami az eszközt, ami a szolgáltatás igénybevételhez szükséges, akkor igazából, ha nekem bármi bajom van, akár az eszközzel, akár a szolgáltatással, akkor ugyanazok fordulni. Ez az egyik dolog, ez bennünk maradt így a matáv óta kb. Tehát, hogy ez így megy, az internet szolgáltatóknál is így van, hogy hozzák a dobozt a kábel végére, meg az esetben a routert is. Nem biztos, hogy ez a jó minden esetben, de mindenképpen azt kell lássátok, hogy a szolgáltatónak igazából úgy hiányzik a telefonokkal való foglalkozás, mint pupa hátára. Tehát, hogy tökre nem akar azzal foglalkozni, hogy ő logisztikázzon telefonokat, szervizpontokat üzemeltessen, felkészítse az embereit arra, hogy az ilyen mindenféle beállítás hogy kell megcsinálni, hogy ha elromlik a készülék, akkor mit kell vele kezdeni. Tehát ez nyűg. Erre nincs szükségük. Ez nekik plusz feladat, plusz erőforrás, plusz lóvé. Igazából tényleg lehet, hogy ők jobban örülnének, hogyha ők csak eladnák a SIM-kártyát a különböző tarifákkal, azt el van intézve. De nem így alakult. Tehát voltak ilyen törekvések még sok-sok évvel ezelőtt, amikor egy szóba került, hogy egy negyedik szolgáltató elinduljon Magyarországon, még 10 éve, akkor az volt, hogy az a negyedik szolgáltató több pályázó is volt, az egyiknél éppen volt kapcsolatom, és ők teljesen egyértelműen azon az irányon voltak rajta, hogy mi nem adunk telefont, ez nekünk nem kell, hanem vigyék az emberek a kártyát, aztán oldják meg a készüléket. De közben ott van a másik oldal is, hogy hát pont azért vesz meg az ember egy hűségnyilatkozattal egy előfizetést, mert kap hozzá telefont is kedvezményes árfekvésben. Tehát sajnos a szolgáltatónak is be kell látnia, hogy neki is igazából az az érdeke, hogyha akar eladni SIM-kártyákat, konkrétan szolgáltatást, akkor kell valamit nyújtson mellé, kell hozzá adjon eszközt, és hát nyilván meg kell próbálja ezt az eszközt versenyképesebb áron biztosítani, mint amilyen áron egyébként a gyártó legyártja, és beteszi a saját boltjaiba és a kártyafüggetlen piacra.
Tehát mindenképpen az volt az a dolognak a konklúziója, hogy bár nem szeretnek a szolgáltatók ezzel foglalkozni, mert tök nagy teher nekik, de mégiscsak kénytelenek, mert különben meg sokkal kevesebb előfizetést tudnának értékesíteni. Tehát igazából meg ugye az ügyfél megtartáshoz is jól jön, tehát igazából az, hogy telefonnal kell még itt bohóckodni, ez egy szükséges plusz teher, de nagyon-nagyon lendít az ügyfél megtartásban, az értékesítésben, úgyhogy csinálják. De miután ugye ez a helyzet, hogy az operátori piacon nagyon sok telefon talál gazdára, ezért ugye a gyártóknak is, akik volument szeretnének eladni egy adott országban, mondjuk Magyarországon, nekik is az az érdekük, hogy a telefonjaik bekerüljenek a szolgáltatói kínálatba, és az operátor tukmálja rá majd az emberekre, vagy legalábbis ott legyenek az árlistában, vagy ki legyenek téve a boltba, meg lehessen őket nézni, és akkor már is sokkal több eladást lehet majd lekönyvelni az év végén. Tehát minden gyártó, aki Magyarországon jelen van, az arra hajt, hogy a cucca az valamelyik legalább egy szolgáltatóhoz bekerüljön. De ez nem egy ilyen triviális dolog, tehát nem azon, hogy oda sétál a XY gyártónak a képviselője, a szolgáltató megfelelő emberéhez, és azt mondja, hogy figyelzetek, van egy tök jó telefonunk, áruljátok már lészes, és akkor, jaj, de jó, még egy telefon, hát akkor betesszük a listába. Szóval ez nem így működik, ez egy sokkal komplexebb folyamat, és rengeteg technikai, meg üzleti, meg gazdasági vonatkozása van. Először is azt kell lássátok, hogy magyarországi szolgáltatók nagy része az ugye egy nemzetközi cégnek egy lányvállalata, vagy legalábbis valamilyen kapcsolatban van vele, és ott ilyen globális készülékpolitika van. Ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül Magyarországon döntik el, hogy holnaptól lesz-e iPhone a kínálatba, vagy hogy bele lehet-e listázni egy Asus telefont a árlistába, vagy egy Realme-t, vagy teljesen mindegy, mondhatnék ilyen kisebb márkákat bőven, hanem ezt eldöntik a HQ-ban, ami valahol van külföldön, a legnagyobb központja a szolgáltatónak, ott ülnek azok az emberek, mérnökök, szakemberek, gazdasági döntéshozók, akárkik, akik igazából eldöntik, hogy milyen telefont lehet forgalmazni a lányvállalatoknál. Van egy szabad kártyája minden szolgáltatónak, tehát nem egy, hanem van egy pár slot, amit saját hatáskörben dönthet el. Tehát, hogy azt mondhatja, hogy mert a szolgáltató se teljesen tök kerültet, azt látja, hogy az egyik piacon mondjuk X készülék a népszerű, a másik piacon még Y. Most, hogy vegyünk egy példát, mondjuk a skandináv országokban a Honor tök népszerű márka volt sokáig, és akkor nyilván az van, hogy a skandináv országokban levő szolgáltatók, azok szívesen listáznak be Honor készülékeket a portfólióba, mert ugye abból értékesítés következhet. Máshol meg mondjuk a franciáknál sokáig, ugye ben voltak a Sagem meg Alcatel mobilok, mégiscsak helyi cég, ez már ugye rég a múlté, de annak idején így volt, és akkor azok voltak belistázva. Tehát igazából vannak ilyen helyi sajátosságok, meg helyi népszerűségek, hol melyik telefongyártó készüléke megy jobban, és akkor pont azért, hogy ez lehessen alkalmazkodni helyi szinten, ezért bár ugye egy globális döntés van, hogy milyen telefonokat lehet belistázni, de mégis van néhány ilyen, állandóan néhány ilyen szabad slot, ahol az adott szolgáltató dönti el, hogy most kipróbál egy új márkát, belistázza valami olyat, ami esetleg máshol nincsen, és akkor megnézi, hogy hogyan szuperál. És hát persze van ez a demo dolog is, hogy azt mondja a globál cég, hogy na, figyeljetek magyarok, akkor ti nálatok próbáljuk ki, hogy a nem tudom milyen Dujigubot, Umidigi, akármicsoda, ha betesszük a kínálatba, akkor hogyan megy, és ha jól, akkor majd a többi ország is átveszi ezt a use case-t. Na de az a lényeg, hogy éppen ezért, hogyha mondjuk egy Magyarországon elkezdenek forgalmazni egy terméket, ami egy kevésbé ismert telefon, vagy még nem annyira nagy cég, akkor a magyar szélszesek, akik az adott gyártónak a disztribútoránál, vagy direkt alkalmazásában állnak, azok mindent megtesznek annak érdekébe, hogy az ő termékük ezekre a pár ilyen szabadon választható slotra bejusson egy szolgáltatói árlistára, és akkor nyilván mindenféle kedvezményeket adnak, meg egyéb dolgokat csinálnak, de nem csak azon múlik, hogy kimosolyog szebben, nyilvánvalóan nem csak ezen múlik, hanem azon is, hogy egyébként ez a termék milyen, és egy szolgáltató mérlegeli. Kell nekem még egy 300 000 forintos telefon a kínálatomba? Hát ezt nem sokan veszik meg. Kell nekem egy ultra low-end cucc a kínálatomba, amivel csak a probléma lesz?
Egyáltalán ez a termék ez tud működni az én hálózatomon hibamentesen? Tudok-e biztosítani hozzá olyan szerviz hátteret és szakértelmet, ami ahhoz szükséges, hogy akár telefonon is megoldjuk a problémákat? Tehát számos kérdés merül fel, amikor egy-egy készülékre el kell dönteni, hogy ezt belistázzák-e vagy nem, és ezeknek a gyártó oldaláról is vannak bizonyos követelményei, aminek eleget kell tenni. De az egyik ilyen, hogy kell tudni biztosítani hozzá alkatrészellátást, meg garanciális ügyintézést, ezt most már azért igyekszenek megugrani a cégek, bár hozzáteszem, hogy Magyarországon a készülékgyártók nagy része a Telemaxnál szervizeltet, ami egyik oldalról könnyű, mert ugye nem kell egy új céget bevonni a folyamatba egy szolgáltatónak sem, mert már ismerik régóta. Másik oldalról meg hát nyilván a nagyszámok törvénye alapján az van, hogy hát nem minden javítás sikerül jól, de a lényeg az, hogy ezt biztosítani kell a gyártónak. Aztán biztosítani kell a gyártónak azt, hogy a szoftver rendben van, tehát tud magyarul, benne vannak azok a funkciók, amik az adott szolgáltatónak fontosak, és biztosítanak hozzá egy menürendszert, hogy az ügyfelszolgáltatón is meglegyen az, hogy milyen menüből hova lehet eljutni, tehát hogy legyen egy olyan szoftver, ami tényleg életképes, és nincs vele probléma. És ezen kívül pedig én nagyon komoly hálózati tesztelésen kell részt venni a készüléknek, ami azt jelenti, hogy a 2G, 3G, 4G, 5G és adott esetben 5G hálózatokon is hibamentesen kell működnie, vagy legalábbis hoznia kell azt a standardet, amit a szolgáltató felállít az ilyen packet loss, meg eldobott beszélgetés, meg nem sikerült hívások kapcsán. Ez ugye egy elég szigorú standard, ennek meg kell felelni, és egyébként még nyilván meg kell felelni az összes olyan egyéb paraméternek, ami ilyenkor szokásos, hogy legyen Artisius költség kifizetve, meg a sugárzási érték az európai normák, sőt a magyarországi normáknak feleljen meg. Tehát egy csomó dolog van. Magyar nyelvű használatutasítást kell csinálni, magyar nyelvű dobozt érdemes csinálni, azt nem mindenki csinálja nyilván, de hogy van egy csomó dolog, amit meg kell oldani. És ez nyilván egy hosszas folyamat, tehát hogy ez nem akkor kezdődik, amikor XY cég bejelent egy új készüléket, hogy jó, itt az új telefonunk, holnaptól lehet kapni itt meg itt, az nem úgy van, hogy akkor aznap, hogy bement és lement, akkor gyorsan berolnak a szolgáltatókhoz, figyelzetek, itt az új cuccunk, és másnap ott van az árlistán, hanem nyilván az van, hogy a szolgáltatóknál ülnek olyan emberek, akik a készülék portfólió felelősek, és ők rengeteget meetingelnek különböző gyártókkal, akik jönnek és egy kis bőröndbe hozzák a még be sem jelentett prototípus telefonokat, és mutogatják, hogy Lajoskám, fél év múlva ezt fogjuk bejelenteni, ha titeket érdekel, akkor kezdjünk el dolgozni azon, hogy ez bekerülhessen a kínálatba. Nyilván vannak már bejáratott csatornák, tehát egy Samsungnak, meg egy Apple-nek nem kell ott házalni a telefonjaival, hanem csak elküldik időben a mintákat, hogy lehessen teszteni a hálózaton, meg egyéb szempontok alapján, de azért alapvetően tényleg az van, hogy egy kisebb gyártó az visz egy csomó prototípust, és akkor elkezdi mutogatni, érvel, prezentációt csinál, elmondja, hogy szerintem miért kéne ezt belistázni, tehát hogy ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen gyógyszerlobbi jellegű dolog, vagy egy porszívó ügynök csinál hasonlókat, de hát nyilván óriási volumenekről beszélünk, tehát hogy azért a porszívó ügynöknél egy fokkal azért feljebb vagyunk. De az a lényeg, hogy ez állandóan zajlik, és éppen ezért a szolgáltatóknál van olyan szekrény, kinyitsz, és így kiesnek belőle olyan prototípus cuccok, amik azt sem tudtad, hogy még tervezik, meg kiesnek belőle olyan készülékek, amik ugye prototípusok voltak, aztán nem valósultak meg, tehát vannak a szolgáltatóknál ilyen területek, ahol ilyeneket kincsekre lehet bukkanni. Ez azért egy olyan embernek, aki szeret a telefonokkal foglalkozni, ez mindenképp egy aranybánya, de nyilván nem lehet oda besétálni és azt mondani, hogy úristen, nézd ezt a Nokiát, hogy néz ki, de szerencse, hogy nem került piacra, vagy nézd meg ezt a Sonyt, hát ha ezt piacra dobják, akkor lehet, hogy még most is sokkal jobban állnának. De szóval mindegy, a lényeg az, hogy ez egy összetett ilyen történet. De tegyük fel, hogy eldöntik. Azt mondják, hogy jó van, akkor ezt a telefont, ez nekünk így szimpatikusnak tűnik, meg úgy néz ki, hogy árban is így jó, de akkor utána még azért elkezdenek csavargatni mindenféle dolgokat, ugye például az árazást. A szolgáltató azt mondja, hogy hát figyelj, hogyha ugyanannyira adjátok oda, mint amennyire kiteszik a boltba, akkor én hogy fogom ezt eladni, és akkor hát ha veszünk 1000 meg 2000 darabot, akkor menjetek le az árban, szóval lehet ezzel sakkozni, és akkor ezekben a dealekben még bekerülnek mindenféle ilyen közös aktivitások, például a kampány, amikor ugye az is jó nagyon a telefongyártónak, hogy bekerül egy telefon a szolgáltatói kínálatba, és ez egy népszerűnek ígérkező modell, vagy legalábbis jó árértékarányú, és
van benne egy kis remény, hogy ez megdobja az eladásokat, akkor a szolgáltató meg a gyártó közösen kezdik ezt el hirdetni, és ilyen hirdetésekkel nagyon sok helyen találkozhattok, a mobilarénán is futnak, tévébe aztán pláne, hogy van a telefonról egy ilyen spot, és akkor az utolsó 3 vagy 5 másodpercben ott van, hogy vedd meg itt a Vodánál, a T-nél, a Telenornál, ilyen csomaggal, ennyiért, ennyi hűséggel, és akkor a két dolog, tehát maga a készülék, meg a hozzá kapcsolódó szolgáltatás, ez egy össze van rakva egy darab hirdetésbe, és ezt ugye közösen fizetik a gyártók, de egyébként ebben én úgy tudom, hogy többet tol bele maga a szolgáltató egy ilyen hirdetésbe, mint amennyit a gyártónak kéne beletolnia, ami a gyártónak ugye még egy ilyen plusz motiváció, hogy minél inkább igyekezzen betolni a kínálatba az ő termékét, mert akkor a marketing költségei is kevesebbek lesznek, mint ahhoz képest, amennyi megjelenést kap itt, meg ott, meg amott. Tehát rögtön ez egy fontos pont. A másik, hogy bizonyos szolgáltatók, bizonyos gyártókkal vannak olyan viszonyban, hogy miután ugye a gyártó nagyon erősen a szolgáltatói értékesítésre támaszkodik, ezért hajlandó a hardware-en is változtatni, tehát magán a készüléken. De a szolgáltató azt mondja, hogy srácok, az idei évben nekünk iszonyú fontos, hogy legyen benne NFC. Most mondtam valamit, ezt találták ki, legyen benne NFC. De az eredeti speciben egy low-end telefonnál mondjuk nincs NFC, akkor azt mondja a szolgáltató, hogy mi belistázzuk ezt a terméket, de csak akkor, hogyha tesztek bele NFC-t. És akkor a gyártó megcsinálja, akkor belerakja az NFC-t. Vagy azt mondja a szolgáltató, hogy jó, látom, hogy van többféle modelletek, nekünk mostantól csak az 5G-s kell, mert azt kell nyomjuk, és nekünk az a fontos. Akkor a gyártó azt mondja, hogy jó, akkor még több 5G-s telefon fogunk csinálni. Vagy van olyan is, hogy azt mondja a gyártó, hogy itt van egy nagyon olcsó készülékünk, de milyen jó, hogy van benne 4 giga RAM, most megint mondtam valamit, és 128 GB belső tárhely, de mégiscsak ennyibe kerül. És akkor azt mondja a szolgáltató, hogy ez tényleg király, de mi lenne, ha csak 3 giga RAM lenne benne, és csak 64 GB belső tárhely, akkor még ennyibe se kerülne, úgyhogy ha akarjátok, hogy foglalkozzunk vele, akkor csináljátok egy ilyen verziót is, és akkor mi ezt belistázzuk, mert azt már úgy olcsónak fogjuk tartani. Ennek ugye a minősített esete a szolgáltatói készülék, ami ugye egy branded cucc, amikor nem is tudod ki a gyártó, mert rá van írva, hogy Vodafone, vagy T-Mobile, vagy tök mindegy, és azt úgy adja el a szolgáltató, mintha az ő saját terméke lenne, miközben nyilván valami külső cég csinálja. Ez ugye legtöbbször valami kínai beszállító, az Alcatel, ZTE, Huawei is csinált már ilyet bőven, de hát voltak annak idején Sagem, meg egyéb márkák is ugyanezen a vonalon. Ez ugye a szolgáltatónak egy időben, most ez kevesebb van ebből, de még mindig azért van ilyen eset, a szolgáltatónak azért jó, mert akkor teljes egészében ő mondja meg, hogy mit szeretne, tehát hogy milyen specivel legyen egy készülék, tehát hogy megrendel egy telefont, amit az adott gyártó a saját képességeinek mérten megpróbál megcsinálni, és utána a szoftvert és a szolgáltatóval közösen fejlesztik ki, hogy az összes kezdőlap a szolgáltató oldalára vigyen, meg rajta legyenek rögtön az összes szolgáltatói alkalmazás, meg legyen ilyen magenta, vagy piros, vagy kék, vagy bármilyen egyedi színű menürendszer, ami a szolgáltatónak a színárnyalata is, a hovatartozást erősíti, meg legyen rajta a szolgáltató logója, meg hogy csak olyan szolgáltatói kártyát lehessen beletenni. Tehát, hogy a branded telefonoknak nyilván az a lényege, hogy akkor a szolgáltató azt örömmel értékesíti, mert odaadja az ügyfélnek, és egy csomó dolog rajta van gyárilag, ami a szolgáltatónak fontos, és egyébként meg könyörögni kell az ügyfeleknek, hogy tegyétek föl, légy szíves ezt az appot, mert ezen keresztül tudjátok lekérdezni az egyenleget, az lehet, hogy sokkal jobb a szolgáltatónak is, hogyha alapból rajta van a telefonon. Tehát a branded készülékek az egy ilyen különleges kategória, egyébként azok nem mindig sikerülnek jól, sőt zömmel szarul sikerülnek, de van egy-két kivétel, ami így el lett találva, a Vodafone-nál is volt, T-Mobile-nál is volt, szóval azért ki lehet ott is fogni jót. Valahogy ez egy picit mostanában csökkent, főleg itt Magyarországon, de egy csomó országban ez nagyon erős, ez a branded cucc, főleg Korea, Japán, az ott nagyon sok az ilyen SoftBank nevű szolgáltatónak a SoftBank nevű készülékei, amit hát különböző helyi gyártókkal, meg kínai gyártókkal rakatnak össze. Itthon már nem annyira standard ez a megoldás. Na, és akkor megint ott tartunk, hogy amikor tényleg azt kérdezed, vagy azt kérdezi bárki, hogy hát jó napot kívánok, bemutatták a nem tudom micsodát,
mikor lesz szolgáltatónál, az ha eddig az adott márkának a készülékei nem voltak a szolgáltatónál, akkor annak kicsi esélye van, hogy egy új márkát hirtelen beraknak. Az is egy nagyon hosszú harc egy csomó cégnek, például a OnePlusnak, az egy nagyon hosszú út volt, hogy a OnePlus bekerüljön szolgáltatói kínálatba. Baromi kicsiknek számítottak, nem ismerték őket Európában, nem érdekelte őket, nem volt olyan nagyon vonzó, úgy gondolták, hogy a OnePlus készülékekre nincs kereslet, ezért felesleges belistázni. Ráadásul, hogyha be van listázva a készülék, akkor legalább a nagyobb boltokba készleten is kell belőle tartani, bemegy az ügyfél, kérni fogja, nincsen, akkor az egésznek semmi értelme. Tehát nem feltétlenül listáznak be olyan készülékeket, amiket mi, akik így érdeklődünk a telefonok iránt, mi jó cuccnak tartunk, vagy izgalmasnak, vagy jó árértékarányúnak, de a népek számára, vagy a nagy tömegek számára egy ismeretlen márkanév, akkor az nehéz bevinni egy szolgáltatóhoz. Kivéve akkor, hogyha a HQ-ból megmondják, hogy légy szíves, holnaptól listázzatok be egy Oppo-t, és akkor akár volt eddig itthon Magyarországon Oppo, akár nem, mostantól lesz a szolgáltatónál. De ezt nagyon sokáig járták ezt az utat, főleg a kínai gyártók. Ugye különböző megközelítések voltak. A HTC úgy került be szolgáltatókhoz, hogy a HTC egy ilyen OEM gyártó volt, tehát hogy ő megrendelésre gyártott mindenféle cuccokat, rá se volt írva, hogy HTC, és amikor eljutottak arra a szintre, hogy azt mondták, hogy a saját nevünkön is tudjunk gyártani a telefont, akkor megvoltak a szolgáltatói kapcsolatok, és relatív hamar be tudtak jutni. A Xiaomi-nak nem voltak ilyenek, a Xiaomi árasztotta el a kártyafüggetlen piacot a jó árértékarányú telefonokkal, és előbb-utóbb a szolgáltatónak észre kellett vennie, hogy hát érdemes lenne belistázni Xiaomi telefonokat is, mert keresik most már az emberek, mert most már van azon a szinten a márka, hogy ismerik őket. Az Asus egy ideig volt benne szolgáltatóknál, aztán kiesett. Most például nem tudnak visszakerülni, nem is nagyon tudom, hogy igyekeznek egyébként pont Magyarországon, hogy visszakerülnek a szolgáltatói kínálatba, de a lényeg az, hogy voltak, akik benn voltak sokáig, de már nincsenek ottan. Szóval nem egyszerű ez a történet, és nyilván minden cégnek minden gyártónak az egyik fontos feladata, hogy a szolgáltatói igényeket ki tudja elégíteni, és a szolgáltatói kritériumoknak megfeleljen, de volt több olyan kivétel is, amikor fordítva volt, hogy a szolgáltató mondta, hogy nekem rohadtul kéne ez a cucc. Én ezt szeretném értékesíteni, mert bevonza az ügyfeleket. És még a szolgáltató tett különböző szívességeket, ugye két ilyen terméket szeretnék mondani, az egyik az iPhone a kezdeti időkben, nem a legelső, hanem mondjuk a második, harmadiknál, ott az volt, hogy a szolgáltatónak kellett egy csomó kritériumnak megfelelni, amit az Apple előírt. A képzett személyzet, ugye, hogy tudjanak technikai segítségnyújtást biztosítani, a kiemelt hely az üzletben, a launch event megszervezése, ugye amikor először lehet kapni, akkor is a szolgáltató költsége volt, hogy ott csináljon akciót. Tehát egy csomó dolgot előírt az Apple a szervizelésre, meg minden egyéb dologra is, amit a szolgáltató teljesített, és akkor megkapta a kínálatba az Apple készülékeket. Azért ez erős egyébként, hogy általában a cégek könyörögnek a szolgáltatónak, de mégis van olyan kivétel, ahol fordítva van, akkor az azt jelenti, hogy az a cucc az valamiért nagyon kell az embereknek, olyannyira, hogy a szolgáltató hajlandó lefeküdni. És a másik ilyen cucc az a BlackBerry volt még hajdanában, ami ugye főleg az üzleti szférába ment, még ugye a nyomógombos éráról beszélünk, és ott meg a BlackBerry-nek voltak olyan feltételei, amik elég komolyak voltak, mert csak akkor lehetett BlackBerry készüléket értékesíteni, hogyha szolgáltatást is tudtak hozzá eladni, ami nem SIM-kártyából állt, hanem az ugye BlackBerry Enterprise Server és a kapcsolódó szolgáltatások és IT infrastruktúrának az értékesítése volt, és ehhez ki kellett képezni egy hosszú-hosszú tréning folyamat során olyan technikusokat, meg szakértőket, akik utána képesek voltak adott esetben telepíteni egy BlackBerry Enterprise szervert egy céges ügyfélnél. És ez egy elég komoly képzés volt, elég sok héten át zajlott, és még nem csak az volt, hogy a BlackBerry-nek magának a képzésén végig kellett verekednie magát az embernek, hanem még sok esetben elvártak mondjuk egy Microsoft Certified System Engineer végzettséget is, hogy legyen X darab embernek a szolgáltató berkein belül, hogyha utána szupportálni kell a BlackBerry nem készülékeket, hanem a mögöttes infrastruktúrát, akkor meg legyen oldva. Tehát, hogy voltak ilyen kivételek, de azért alapvetően nem ez a szitu. Jelen pillanatban a szolgáltatók, főleg Európában, Magyarországon szintén, abban a kivételezett helyzetben vannak, hogy ők kvázi ugráltathatják a gyártókat sokszor, annak érdekében, hogy belistázzák a készülékeiket. Na,
És akkor persze, ha elkezdődik az értékesítés, bekerül a listába a telefon, talán van valami hirdetés a témában, vagy a boltba szórólapozzák, hogy teljesen mindegy. Tehát amikor már tényleg zajlik a dolog, akkor meg ugye marhára monitorozzák, hogy mi újság. Tehát, hogy mennyien keresik, mennyien választják, mennyien használják, mennyien aktiválják, mennyien hajlandóak aláírni miatt a X-év hűséget, mennyien veszik prepaidbe, csak azért, hogy legyen valami kis eldobható cuccuk. Tehát mindenről statisztika készül, és akkor ennek levonják a konzekvenciáit, és azt mondják, hogy a következőnél majd másképp csináljuk, vagy ne is hozzátok ide a következőt, mert nem tudtuk eladni az előzőt se, és itt rohad a raktárba, és ki kellett akciózzuk szarérhújjér a webshopba, tehát hogy van ez a vonal is, és természetesen a gyártó is igyekszik beletenni saját erőforrásokat annak érdekében, hogy a szolgáltató elégedett legyen az értékesítéssel, és ugye erről már valamelyik korábbi adásról volt szó, hogy vannak ezek a gyártói incentív programok, ezt ösztönzőnek hívjuk magyarul, amikor a gyártó azt mondja az egyik szolgáltatónak, bármelyiknek, hogy figyúzzatok, csináljunk már egy értékesítési versenyt a ti embereitek között, hogy aki a legtöbb XY telefont adja el ebbe a hónapba, az nyerhet egy tévét, egy utazást, üdülési csekket, kajajegyet, tök mindegy, valamit, nyilván lóvét, az talán valami jogszabály nem lehet, de hogy valami kézzelfogható dolgot, és akkor ezt kihirdetik ezt az ösztönzőt az értékesítők körében, és akkor bejön az ügyfél, és tukmálják rá azt a telefont, amit lehet, hogy nem is akart volna megvenni, de hát ugye ott meg az értékesítőnek az érdeke, hogy minél többet adjon el belőle. És ugye vannak, amikor ezek az incentívek összecsúsznak, és egyszerre fut a Samsung, a Sony, meg a nem tudom, LG, meg a Huawei incentív, és akkor hát igazából eldönti az értékesítő, hogy melyiknek van esélye nála, és hogy melyik által felállított dolgokat szeretné igazán igénybe venni, meg lehet ilyen sávosan is csinálni, hogyha már 10-et eladtál egy héten, akkor már biztos lesz egy headseted, ha 100-at, akkor kapsz egy új telefont, tehát vannak ilyen megoldások. Nyilván pont ez az oka annak, hogy általában azért sokan tapasztalatják, akik szolgáltatóan mentek készüléket választani, hogy te bementél, hogy vegyél valami különleges telefon, mondjuk egy OnePlus 9-et, és ott mondták neked, hogy jó, a OnePlus, de hát nem nézed meg a Galaxy S21-et, mert hogy lehet, hogy akkor azt az nem azért mondja az értékesítő, mert azt gondolja, hogy az S21 ténylegesen jobb, hanem azért mondja, mert ha azt eladja, akkor abból több lóvéja lesz, mint hogyha a OnePlus-t adja el neked. De ezt mindenki fenntartásokkal kell kezelni, az, hogy úgy nem érdemes bemenni, hogy bemész a boltba, és így szeretnék egy telefont, mit ajánl, mert akkor olyat fog ajánlani, ami neki jó, nem olyat, ami meg neked jó. Na, jó, és hát akkor nyilván az van, hogy változik-e ez a jövőben. Tehát, hogy mindig ilyen domináns lesz a szolgáltató értékesítés a piacon. Nyilván ez régió függő, de mondjuk próbáljunk Magyarországon maradni. Az a helyzet, hogy egyelőre nem látszik változás. Egyelőre nem tűnik úgy, hogy a kártyafüggetlen piac nagyon nagy ütemben falná fel a szolgáltató értékesítést. Nyilván van egy csökkenés az operátori jelenlét szempontjából, tehát volt ez 80%-os is. És persze nagyon sokat segített azon, hogy a kártyafüggetlen piac dominánsabb legyen valamennyire, hogy ugye most már nem kell neked a sarki GSM-be vásároljál, hanem és oda mennyi személyesen, hanem ugye ez az online rendelgetősdi, meg visszaküldősdi, meg nagyon nagy kínálat, meg árverseny, ez végül is eljutotta oda a kártyafüggetlen piacot, hogyha te nem is vagy benne szolgáltatói értékesítésben a termékeddel, mégis el tudsz adni valamennyi készüléket, annyit biztosan, ami elég ahhoz, hogy rentábilis legyen a biznisz. Tehát csökken azért a szolgáltatói dominancia, de nem olyan ütemben, mint ahogy azt sokan várták, még mindig azért több telefon megy el szolgáltatón keresztül, mint mindenhogy máshogy összevetve, és nem hiszem, hogy ez nagyon gyorsan változni fog. Ráadásul a szolgáltatók is egy kicsit változtattak a dolgokon, és ugye most már nem csak telefon van egy szolgáltatón, hanem rengeteg egyéb kütyű is, és elkezdtek rájönni a szolgáltatók, hogy igazából nekik érdekük mindent eladni, amiben lehet tenni SIM-kártyát, és éppen ezért ugye az órák, meg a nyomkövetők, meg az egyéb ilyen kis bizbaszok, amikbe SIM-et lehet tenni, azok a szolgáltatónak nem rossz bizniszek. Minden SIM-kártya az bevétel. A szolgáltatónak csak az az érdeke, hogy minél több SIM-kártya legyen kiosztva, és azon minél nagyobb forgalom legyen.
Ugye ennek van egy mérőszáma, ez ARPU-nak hívják, ez a Average Revenue Per User, hogy átlagosan mennyi bevételt hoz egy ügyfél a szolgáltatónak, ugye minél magasabb az ARPU, annál frankóbb a helyzet, és hát minél több SIM-kártyát adnak el, annál inkább lehet ez az ARPU-t is növelni, pláne akkor, hogyha olyan kis eszközökbe teszik bele, amik igazából alig kérnek valamilyen szolgáltatást, tehát hogy pici adatot forgalmaznak, vagy épp csak pár hívás megy rajtuk, de a SIM-kártyának a rendelkezésre állási költségét, tehát a kvázi havidíját, azt ki lehet fizettetni az ügyféllel, függetlenül attól, hogy meddig használja. Tehát ez egy tök jó bevétel, mert hogy alig terheli a hálózatot, de közben mégis csak jön a lóvé. De a szolgáltatónak nyilván az az érdeke, hogy egy ilyen tervezhető bevétel tudjon előre kalkulálni, ezért is nyomják egyébként az ügyfeleket inkább az előfizetések irányába, mert azt tudják, hogy egy éven vagy két éven keresztül az a lóvé be fog jönni. És a szolgáltató is arra jutott, hogy inkább tartsunk mindenféle kütyüket is a polcon, a telefonok mellett, hogy minél több SIM-et tudjunk kitolni a piacra, és ennek segítségével minél inkább tudjuk a bevételeinket, az ARPU-nkat növelgetni. Úgyhogy nem hiszem, hogy a szolgáltató letesz arról, hogy ő készüléket áruljon. Tehát voltak ilyen törekvések 10 éve, de most megint az van, hogy a szolgáltató is azt látja, hogy neki kell tartani készleten egy tök széles portfóliót annak érdekében, hogy az ügyfeleket becsábítsa a boltba. Na és akkor még egy dologról nem beszéltünk, az árazásról. Ugye az ilyen csomaghoz ennyi kedvezmény, meg akkor hosszabbítod, akkor ennyivel olcsóbb, meg még drágább prepaidbe, tehát feltöltőkártyával az X telefon a szolgáltatónál, mint a gyártó saját boltjába kártya függetlenül, SIM-kártya nélkül, és ennek mindig vannak mindenféle hátsó mozgatórugói. Tehát van, amikor tényleg az van, hogy azért olcsó előfizetéssel, mert előfizetést akarnak eladni. Az a legjobb a szolgáltatónak, ezt nem is nagyon kell magyarázni. Csinálnak részletfizetést, mert ők tök nagy cég, nagyon nagy pénzügyi tartalékkal, egy-két hitelintézettel összebútoroznak, és meg tudják oldani a rendszerek, meg a gazdasági számítások segítségével. Ez nyilván megint egy olyan dolog, ami inkább a szolgáltatók felé tereli a népeket, mert nem kell egy összegbe kifizetni a zsetont a telefonért, akkor kitalálták, hogy legyen biztosítás, mert ugye azért is lehet havidíjat kérni, tehát egy csomó mindent kitaláltak, de hogy az árazás hogy jön össze, ott mindig az van, hogy leülnek és matekoznak bazisokat, ilyen atomnagy Excel táblázatokba számolják, hogy ez az ügyfélcsoport, ki tudja fizetni ennek, kell-e, tudunk elég készletet szerezni, mert ha nincs elég készlet, akkor minek adjuk olcsón, akkor inkább ne vigyék el gyorsan, hanem lassan vigyék el, de többért. Tehát rengeteg dolog van, ami ezt befolyásolja, és egyébként pedig a gyártó és a szolgáltató, a gyártó ad egy árat, az azon az áron adja a telefon, de utána ő felteszi a kezét kb., hogy utána ti azt csináltok az árazással, amit akartok, és nyilván a gyártó is azt csinál a saját árazással, amit akar, aztán a kártya független piacon, tehát bőven vannak mozgások árszintben, hol a szolgáltatónál van letolvagatja baromira, de Samsungok szoktak nagyon jó áron menni a szolgáltatónál, hol meg az open marketen, tehát a kártya független piacon vannak olyan akciók, a Black Friday az tipikusan olyan akció, amit kevésbé nyomnak a szolgáltatók, de sokkal inkább ezek a nagy elektronikai áruházok, amikor meg ott érdemes megvenni. Nincsenek feltétlenül ezek összehangolva, és igazából tényleg az van, hogy sokat számolgatnak, és aztán kinyomnak egy árat, ha meg nem megy el, meg marad készlet, akkor majd variál a szolgáltató is az árazáson, mint akármilyen kereskedés. Na, nem tudom, mennyire volt ez elég info arról, hogy hogy kerül be egy készülék egy szolgáltatóhoz, vagy miért kerül be, miért nem, de mondjuk azt, hogy szőrmentén ennyit tudok elmondani ebből a témából. Ha marad bennetek kérdés, akkor a komment szekcióba föl lehet tenni. Nyilván basszus, még sose kértem ilyet, de akkor most megmondom. Ha akartok még látni hasonló videókat, akkor iratkozzatok fel. És akkor jövő héten Barcelonából fogunk jelentkezni. Bocsa meg, Szent Kuti 11 lesz velem kint, meg te kettő, na sziasztok, Laci szintén. Majd eldöntjük, hogy milyen formában lesz ott videó, meg egyáltalán hogy találjuk ezt ki. De az a lényeg, hogy jövő csütörtökön majd a barcelonai dolgokról lesz szó. Utána héten lesz egy kis oppózás, már csak azért is, mert mutatok valamit, amit már láttam, ezt, 5 másodperc, de erről is lesz szó majd az utána következő héten, és aztán meg utána az okos kereszteződés a komszínjával, tehát most sok-sok témánk van, és hát remélhetőleg sok vágóképpel is tudok szolgálni, ami ebből az adásból megint hiányzott, de tényleg igyekszünk. Na, elbúcsúzom, menni kell a reptérre lassan, holnap kora reggel, úgyhogy eltávozom, mármint, hogy csak így az alvás irányába,
de mindenképpen köszönöm mindenkinek, aki idáig nézte az adást. Jövő héten ismét találkozunk. Sziasztok!